fókuszban a Ferencváros Európa Liga szereplése. A zöld-fehérek a Betiszt fogadták a Grupa Arénában. Jöjjenek a részletek, tartsanak velünk! Szoros mérkőzésen szenvedett vereséget a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga csoportkörének második fordulójában. A magyar együttes a Betiszt fogadta a Grupa Arénában. A sevillaiak szereztek vezetést a 17. percben, Fekir volt eredményes. A Fradi váltani tudott és a félidő hajrájában Uzuni révén egyenlített. A második játékrészben mindkét oldalon adódtak kisebb-nagyobb lehetőségek a gólszerzésre, újabb gólokat azonban a spanyolok szereztek. Előbb Vingó talált be a saját kapujába, majd az utolsó pillanatokban Tellyú állította be az 1-3-os végeredményt. Mondhatjuk, hogy balszerencsések voltunk, pedig jól játszott a csapat. Voltak nagyon jó periódusaink egy olyan ellenfél ellen, amely nagyon kevés hibát vét. Jól védekeztünk, de leginkább csak védekeztünk. Nem volt meg az egyensúly. Nem akartunk csak védekezni, ezért is álltunk fel 3 belső védővel. A teljesítménnyel elégedett vagyok, az eredménnyel nem. Nem könnyű megmondani, mint kellene változtatni ahhoz, hogy pontokat szerezzünk. Mindkét eddigi meccsen megvoltak a helyzeteink, azt kell kiküszöbölni, hogy ne védsünk olyan hibákat, amikből ma is kaptuk a gólokat. A csoport másik mérkőzésén a Leverkusen sima 4-0-ás győzelmet aratott a Celtic vendégeként. A kvartettet a németek jobb gólkülönbségüknek köszönhetően vezetik a Betis előtt. A Fradi a 3., a Celtic pedig a 4. helyen áll 2 fordulót követően. A következő körben a Ferencváros Glasgow-ban vendégszerepel október 19-én, míg a Betis a Leverkusent fogadja.